Sziasztok, gémerek! Én Elit vagyok. Remélem mindenkinek jól telik a napja. Szeretnék elnézést kérni, srácok, hogy az elmúlt napokban nem volt videó. Sajnos édesanyámmal történt egy kis baleset, és haza kellett mennem minden az albéletből, és segítenem kellett neki. De úgy néz ki, hogy rendeződnek a dolgok, és vissza tudunk térni a normál kerékvágásba. És láttam, hogy a legutóbbi videónál, ahol ugye megpróbáltam megosztani veletek a gondolataimat, hogy miképpen hozom meg a döntésemet a csatába, és hogyan pozícionálom magam, stb. Stb. Nagyon tetszett nektek ez a tartalom. Úgyhogy azt gondoltam, hogy elkészítek egy második részt ebből, és mostani videóra válogattam különböző tulajdonsága rendelkező tankokat, úgyhogy kezdjünk is neki, és ugorjunk be az első csatánkba. Itt is vagyunk az első mérkőzésnél, és most a grillét választottam, hiszen az előző videóban mutattam nektek egy olyan páncélvadászt, ami egy pusolós, agresszív, ugye a Badger volt ez, és most arra gondoltam, hogy pedig egy olyan térit mutatok nektek, ami inkább arról szól, hogy támogassátok a csapattársaitokat, kicsit távolabbról, és nem az ellenfél arcába harcoljatok. Úgyhogy megnézzük, hogy itt mit tudunk tenni. Ugye ezen a pályán még én sem tudok 100%-osan minden pozíciót, hiszen ez egy eléggé új pálya, és TD-vel itt még nem sokat játszottam, de hogyha jól tudom, igen, akkor itt ezen a részen van ilyen bokros, kis dombos rész, ahol biztos, hogy majd lehet lövöldözni, amit ugye vagy az LBR-ünk spotol, vagy amit esetleg középen spotolnak a csapattársaim. Úgyhogy megpróbáljuk azt ellőni, azokra lehet, hogy nálam azokra ott nem lesz lövésem, Sheridanre sem lesz, nem érdemes megállnom. Úgyhogy mindenképpen ennél a grillénél ugye tudom az erősségeimet, tudom, hogy egy pontos ágyum van, illetve tudom, hogy mozgékony vagyok, ezt a kettő dolgot szeretném kihasználni itt, és megpróbálok ide fölállni, csak óvatosan játszom, ugye figyelem, hogy két könnyű tank is van az ellenfélnél, és az egyik még nem volt spotolva, lehet, hogy az EBR megpróbál passzívan spotolni a középső bokros részről. Ugye erre mindenképpen oda kell figyeljek, nem, most látom, hogy spotolódott a másik oldal az EBR, úgyhogy az E50-et megpróbáljuk ellőni. Megcélozok és sikerül egy 778-assal meglőni, kiváló, minden egyes lövés után letolatok a bokorból, nehogy az legyen, hogy kiszpotolnak, mert akkor nagyon-nagyon gyorsan visszakerülök a garázsba. És egy ilyen papír TD-nél, srácok, mindig igazából a kulcs szerintem, hogyha sokat akartok sebezni, az az, hogy megtaláljátok a jó pozíciókat a pályán, ahonnan valószínűleg sokat tudtok lőni, illetve hogy tudjátok, hogy mikor kell mozognotok, tudjátok, hogy mikor lőhetitek el magatokat, és milyen szituáció az, ami nektek ugye kedvező. Látom, hogy ez az crossolgat, úgyhogy az alsó részét megpróbálom lecélozni, hiszen a kötényébe akkor nem fog elakadni a lőszer, még akkor sem, hogyha alpi lőszer van most betöltve, nem pedig hit, így könnyebben át fogunk tudni lőni. Nagyszerű, ez két sikeresen bevitt lövés, és egyébként, srácok, nekem a grille az egyik kedvenc tankom volt, amikor lecserélték ugye a VTS-100-ot, én azon soha nem játszottam, én csak a grillét kezdtem el, és amikor bejött a játékba, akkor még ugye erősebb is volt a mostani verzió, és nekem az egyik kedvencem volt. Mozgékony, jó az ágyú, jó az alfa sebzés, igazából minden megvolt benne, ami nekem kell egy jó tankhoz. Alapvetően ugye tudjátok, hogy nem szeretem a TD-ket, de ez a tank eléggé a szívemhez nőtt, úgy mondhatom. Ott a TVP, azt el tudom lőni? De el tudom ám lőni. 8-20-szal megküldtük a TVP-t. Nagyszerű. Kiváló. Egyébként nekem ez, látjátok, ez a pozíció teljesen jól működik, nem kockáztatok semmit, biztonságban tudok lőni a bokrok mögül. Nézem, hol tudnám ellőni az urat. Ott megpróbálom elcsípni, de valószínűleg az nem sikerül, illetve a TVP lehet, hogy spotolt engem, de nem spotolt szerencsére. Erre mindig odafigyelek a kis térképet, mindig figyelem, amikor ellövöm magam, hogy ki az, aki spotolhat engem, és mennyire vagyok veszélybe. A becsetet el tudom lőni. Hogyha jobbra fordul, pont nem töltöttem be, srácok, ezért eléggé kár. Hogyha arra elmegy, akkor ugye el tudnám lőni, de nem hiszem, hogy akkor a hibát fog ejteni. És így, hogy kigyújtotta a becsetünket, valószínűleg ugye meg is fogja tudni ölni. Így van, az ellenfél megszerezte a középső részt. Egyelőre még a pozíciónk jó, ugye az udes próbálják majd most meg letolni, de nem tudom, hogy tudnék-e oda lőni. Ezt mindjárt meglátjuk. Próbáljuk meglőni az urat. Talán egyből le kell tolassak. Nem, nincs ágyú süllyedésem. Nem merek kipíkelni, srácok, nézzétek meg, mennyi TD van a háttérben, simán el tudna engem lőni. Úgyhogy nem, egyszerűen nem érte volna meg kimenni rá és lőni egyet, mert valószínűleg sokkal többet kaptam volna vissza. Jó, egyelőre még szerintem mindig okés a pozíciónk. Hogyha az a Sheridan, az lehet, hogy spotolt engem, illetve lehet, hogy az FA már spotol engem. Nem, egyelőre úgy néz ki, hogy nem. Sejdelben gyorsan lövök egyet, aztán vissza is húzom, remélhetőleg nem dupla trekkelnek minket. Az a gond, ugye azért akarom meglőni a Sheridant, hogy ne tudjon közel jönni minket is proxizni, mert akkor elvesztettük a mérkőzést, és akkor nincs lehetőségem sok mindent csinálni. Ugye azért bevettem ezt a két lövést, amit kapt, amit az ellenfél lőtt rám.
akkor a kupolát előni az F-nek sajnos nem sikerül, valószínűleg két lőszerre kellett volna áttöltenem. A következő lövésem az már az lesz, hogyha betöltöttem, akkor intuícióval át tudom lőni az urat. És az a gond, hogyha közelebb jön, akkor nem fog tudni rá úgy kinézni. És töltöm Mithraset, de talán az udesünk le tudja farmolni, és annyira nem aggódom ez miatt. Kér, azon gondolkozom, hogy lehet, hogy visszább kell vonuljak egyel. És az a pozíció meg olyan jó, hogy ha oldalba le akarom lövöldözni az ellenfelet. De az udes miért vonul vissza? Az udes simán tudna tornyozni, neki nem kell visszavonulni. Hova megy? Na mindegy, igazából, hogyha ő megy, akkor nekem is mennem kell. Tehát igazából ő az, aki vissza tudja tartani az ellenfelet. Ő, neki a pozíció váltása az egyáltalán nem jó, srácok. Ő neki, hogyha itt marad, simán le tudja farmulni az összes ellenfelet, aki mondjuk jönne itt végig. Nem értem, hogy ő miért vonul vissza, de figyeljetek, hogyha ő visszavonul, akkor én is visszavonulok. Az FFV nem hiszem, hogy spotolt minket. Úgyhogy biztonságban el tudunk jönni, és ez a meccs, ez eléggé szorosnak néz ki, srácok. Úgyhogy oda kell figyelnünk, hogy mit csinálunk. Igaz, hogy csak 690 HP-n maradt, de ezzel még ugye sok sebzést ki tudok osztani, hogyha jól játszom meg alapjaimat. Azon gondolom, hogy a játékban harangoznak? Nem is vettem még észre ezt a részletet. Ez érdekes. Az ellenfél TD-jé megpróbálnak egyébként följebb jönni. Azon gondolkodom, hogy a heavy dühöngő részt azt valószínűleg megnyerjük, ugye ezt a részt. És lehet, hogy én itt közelebb tudnék menni, és ugye az volt az első mondatom, vagy az első mondataim között volt az, hogy nem, hogy távolról kell lőni, lövöldözni ezzel a tankkal, de most az a szituáció van, hogy lehet, hogy közelebb megyek, ezt mindjárt meglátom. Egyelőre megállok itt, és megnézem, hogy el tudok-e lőni valamit. Hogyha a Mivi esetleg kinézni, azt el tudnám-e lőni, ugye? Ott azon a kis dombon van. Ja, azt a részt priéme... Ott nézzétek? Az nagyon rossz célzás volt a részemről. Sajnos későn spotolódott ki, és nem volt időm, de lett volna időm becélozni, srácok, hülyeséget beszélek. Nézzétek meg, most tiszta lövés a Mivi. Egyébként azt szoktam még mondani, srácok, hogy a lövéseknél mindig várjátok meg, hogy mennyire lesz a lövés tiszta, és ne kapkodjátok el. Tehát én, láthatok, bőve lett volna még időm becélozni, csak ugye nem láttam, hogy hol tud beérni a fedezék mögé, illetve hogy megáll, úgyhogy ezért kapkodtam, de láthatjátok, hogy simán lett volna még időm. És azt el tudom lőni, így is van, 745-öt lőttünk bele, nagyszerű. Egyébként láthatjuk a grille, ezért nagyon-nagyon király, hogy ez az alfa sebzés, ezzel a szűküléssel és pontossággal, tudom, srácok, már írjátok a kommentet, hogy hát az én grillém 10 lövésből 11-et misszel el. Vannak olyan napok, meg vannak olyan csaták, amikor én is csak így nézem a grillét, és így hova lőtt? Mit csinálsz? Melyik dimenzióba? Tehát lövök valakit Himmelsdorfon, azt eltalálok valakit Mindstone, körülbelül ilyen lövéseket adok le, ez velem is előfordul, ez ilyen német precizitási gondok. Tehát én ezt úgy hívom, hogy hiszt is lesz az ágyú, és abban a csatában azt mondja, hogy nem, én most nem lövök el senkit, és akkor nem fog előni semmit, akár 5 méterre vagytok a célponttal, akár 500 méterre, úgyhogy ez velem is előfordul bőven. 60 tépek egyébként nem pusol full HP-n, srácok. Azt valaki el tudja nekem mondani? Ez érdekes. Jó, nézem, itt már jönnek előrébb az ellenfelek, hogyha megpróbálunk ide jönni. Vissza ugye itt a Kránwagen pozíció, nem tudom mennyire működhetnek. Az a gond, ezt a pályát még én is úgy ismerkedem ezzel, és én is gondolkozom, hogy mit hol lehet ellőni, illetve én is még tanulok. Az F-i heavy az ott van, de nem látunk rá. Azt nézem, hogyha itt tovább jön az ellenfél, akkor rálátunk-e majd. Arra Leóra biztos rálátunk, és tudjuk csípni. És láthatjátok, a Leó elé céloztam egy picivel, azért, mert tudtam, hogy mire belefut a célkeresztembe, addigra már sokkal jobban össze vagyok szűkülve, mint hogyha megpróbáltam volna magára a leopárdra célozni, és ugye lekövetni a mozgását. És egy ilyen pro tip nektek, hogyha a célzással próbálok segíteni nektek. Ott az F-t el tudom lőni. Ugye fölment oda a dombnak a tetejére, nem tudom egyébként, hogy mi mindig ott van-e, blindoltunk egyet, és ahogy láthatjátok, nem találtuk el. Mindig agyolok rajta, hogy mi lenne itt a taktikánk. Most 9-8 az állás, eléggé szépen megfordítottuk a hátrányunkat. Ugye az udes az közelebb jött. Az udes nekem egy lövés, de szerintem az nem meri megpusolni a Kránwagent. Csak nem meri megpusolni a Kránwagent, igaz? Surely. Gyere vissza. Én ugye be tudok venni egy lövést az udestől. Csak arra kell figyelnem, hogy jobbról ne kapjak lövést. Progettó még full HP-n van.
Azt mondom, beveszek egy lövést az udestől, onnantól kezdve egy lövés, egy lövéses leszek. Ott az udes. Van időm becélozni, nem kapkodom rá a lövés, mindig van időm, és sikerül ellőnünk, nagyszerű. Ezzel megvan az első killünk, úgy 5000 sebzés után megvan az első killünk. Jó, egyelőre chillezünk. A Progetto, az még full HP van bele, szeretnék van úgy egyet-kettőt lőni, hogyha erre van lehetőségem. Valahol egyébként itt lesz. És ahogy ezt kimondtam, meg is jelent. Nagyszerű, bele is tudtunk lőni egyet. És egyébként srácok, szerintem ezt a mérkőzést mi már megnyertük. Úgyhogy én szeretnék még egyet lőni a Progettóba, és utána a gücsik vagyunk. Esetleg az E50-be. De is jövünk, bam, utána fedezékbe is meg kihasználom ezt a sziklát, hogy láttam, hogy az E50 lőtt, innentől kezdve ugye előrébb tudok mozogni egyel, és megpróbálni ellőni őt. 4 másodpercem van. Sajnos nincs lehetőségem állni, viszont egy kis asszisztot kaptam belőle, és tudom, hogy az FA Heavy-nek nem vagyok egy lövés, még akkor sem, hogyha repesztőt, úgyhogy már robogok is rá, és szeretném ugye mindenképpen az utolsó AP lőszeremben. Nézzétek meg, 7000-et lőttünk, srácok, úgy a meccsbe, hogy egyetlen aranylőszert sem kellett ugye ellőnünk, ezért szeretem a grillét, mert pontos és lehet vele gold spammelés nélkül viszonylag effektíven játszani, úgyhogy ezért viszonylag szeretem ezt a tankot. Na, hol vagy FA Heavy? Ott is van. Robogunk rá. Ne píkelj ki! Figyeljétek! Babababam. Srácok, egyébként le tudom rammolni szerintetek? Tudja, hogy le tudom rammolni. Easy peasy. Igaz, hogy megölt minket, odaadtam neki a killt, de 7200 sebzés, illetve 3 killel végeztünk a mérkőzésbe, és láthatjátok egyébként ez a grille mennyire jól tud működni, hogyha jól pozícionáltok. Pro tippet tudnék adni ehhez a tankhoz, srácok. Igazából nem csak ez, hanem bármelyik támogató TD-hez. Igazából a nulladik tippem az, hogy úgy kell hozzáállnotok ezekhez a TD-khez, hogyha mondjuk az a problémátok, hogy mondjuk nem tudtok elég meccset megnyerni ezzel a tankkal, hogy a támogató TD-vel összességében nehéz befolyásolni a mérkőzéseket, mert hogy az ellenfél úgy tolja le a csapattársaitokat, vagy a csapattársaitok úgy játszanak, hogy ti nem tudtok érvényesülni, akkor ti nem tudtok hozzárakni a mérkőzéshez, mert ti nem tudtok oda menni, nehéz tudunk dühöngőbe befolyásolni azt, a med oldalon nem tudtok flankelni, és összességében ti csak az ellenfél hibáit tudjátok ugye kihasználni, és akkor tudjátok azt megbüntetni, úgyhogy ezekkel a TD-kkel, illetve ezekkel a tanktípusokkal türelmesnek kell lennetek, és azt el kell fogadnotok, hogy a V-rétet nem tudjátok annyira befolyásolni. Úgyhogy ez egyik pro tippem ez a járgányhoz, hogy legyetek türelmesek, várjátok meg ugye az ellenfél hibáját, és azt használjátok ki, de ne csak azt csináljátok, hogy egész meccsen ültök hátul, hanem használjátok ki a jó mozgékonyságotokat, vagy a jó ágyutokat, vagy éppen ami van ugye az adott tangnak, és akkor azért effektívebbek, illetve hatékonyabbak tudtok lenni a csatában. Úgyhogy ugorjunk is a következő tankra. Itt is vagyunk a következő járműnél, ami nem más, mint egy tárastank. És itt tárastanknál a legnagyobb hiba, amit szoktam látni az új játékosoktól, hogy a mesnek az elején megpróbálnak kitárazni, és elveszítünk az összes HP-kat, és a mesnek a végére már nem marad, pedig a tárastankoknál a legfontosabb, hogy a meccs elején ne vegyél be sok sebzést, és próbáld meghagyni a HP-dot a meccsnek a közepére, ink és a végére, mert tegyük fel, ott van egy tank, ami mondjuk 400 alfával rendelkezik, hogyha neked van mondjuk már 450 HP-d, akkor valószínűleg nem fog tudni téged kirollolni, és te ugye a 400 sebzést bevettél, viszont ugye 1600-at vissza tudsz osztani mondjuk az 50B-nek az esetén, és az nagyon-nagyon fel tudja tolni a sebzésre, ugye mesnek a végén, hogyha le tudod vadászni ezeket a sebzéseket. Ugye 50B-vel Karélián normál játékmódban ide szoktam jönni ez a bokorhoz, hiszen ugye azok az ellenfelek, akik itt mennek át, ugye mindenképpen ki tudom őket tárazni, illetve tudok lőni a középső részre, hogyha spotolódik egy könnyű tank, illetve még a hegyet is tudom lőni, és ez eléggé egy biztonságos pozíció, tehát úgy fogok tudni valószínűleg sebzést kiosztani, hogy én cserében nem nagyon kapok vissza lövést. Lőnk egyet a Centurionba. Ajjaj, ez a lövés, az hova ment? De jó ég! A célkeresztem közelében ebbed. Na nem baj, mindig van 3 lövésem. Ott van, ott mennek át. Ott mi a Rhinoceros, lövünk bele egyet. 471-et lőttem, wow, a 400-os alfával.
Jó, ott van a Chief Temp Pro-tól, lövünk bele még egyet, és láthatjátok, 858-at ki tudtam osztani, 858 sebzést, anélkül, hogy tudtam, hogy sebzést kaptam volna vissza. És a meccsnek az elején tényleg fókuszálnotok kell ezekre a tárakra, ezekre a sebzésekre, hogy úgy tudjatok a sebzést kiosztani, hogy ti nem kaptok be lövést, vagy hogy jól jöjjetek ki a trade-ből, ahogy mondtam nektek, hogy bevesztek egy lövést, és vissza tudtok adni legalább kettőt vagy hármat, az viszonylag egy jó trade. Kinézünk ide, de szerintem átcrossoltak az ellenfelek. Hogyha volt esze a Chieftain Protónak, akkor most átment, amikor én töltök. Nézzük, hogy ajajaj, Chieftain Protóhoz hibázik, most ezért még egyet kapni fog. Így is van, megint ki tudtam osztani ennyi sebzést, és valószínűleg most rányomok a töltésre. Nem tudom, hogy ez egy hiba volt-e, lehet, hogy amúgy nem kellett volna. És az FJRT minket lő egy sebzést okozott, és ezt tanott minket 12 másodpercre. Fun. Nem baj, igazából ez nem nagyon... veti vissza a mi mérkőzésünket. Ugye azért is szeretem egyébként ezt a pozíciót srácok használni, mert itt az Arti nagyon nehezen lő be. Tehát csak itt tud titeket előni, és ez egy nagyon nehéz lövés neki. És ugye főleg azért is jó ez a pozíció még, mert hogyha segítetek előni itt a bemenő tankokat, akkor a ti csapattársaitok, akik itt játszanak, könnyebben meg tudják nyerni ezt a felső részt, és akkor könnyebben előre tudtok menni ezen a részen. Mert általában itt ilyen álló harc szokott kialakulni, és ez az oldal, ahol inkább lehet előre menni, és lehet valamit aktívabban játszani. Megpróbálok kinézni itt a bokorból, hát ha 4.30 út felszpotolom. Előre várunk, hogy lehet vissza kéne mennem bázist védeni, mert ott tolják át a nehéz tankok. És lehet, hogy ott kéne a segítségem. Na azért szeretem az 50B-t, mert amúgy nagyon mozgékony és tudok vele pozícionálni viszonylag gyorsan, úgyhogy ezt meg is teszem. Valószínűleg, hogyha heavy-ket fogok lőni, akkor nekem szükségem van egy APCR-tára, úgyhogy amíg pozícionálok, addig fogom újra tölteni a tankot, és akkor nem veszítek el időt azzal, hogy amikor odaértem, akkor kezdek el töltikézni, illetve van egy AP-tárom, amivel nem tudom átítni mondjuk a Type 5-öt, vagy mondjuk az 500-ot, hogyha előre jön. Úgyhogy ez a terv, megpróbálunk ide beállni a T30 mellé való, vagy ezt a részt ugye tudjam lőni, és akkor valószínűleg tudom segíteni a csapattársaimat. És egyébként ugye ez a tankot is úgy kell valamilyen szinten gondolni, hogy egy támogató tank, és ez nem azt jelenti, hogy az utolsó bokorból kell vele sznájpolni, hanem itt is meg kell keresni azokat a pozíciókat, azokat a helyeket, onnan még tudtok sebzést kiosztani, de nem ti vagytok a frontvonalon, nem ti veszitek a lövéseket, hanem megvárjátok, míg a páncozottabb tankjaitok ugye beveszik a lövést, és ti utána sebzést tudtok kiosztani. Megpróbálunk egy lövést oda. Picit balrább ment, mint céloztam. Még egy sebzést, az picit följebb ment, mint céloztam. Azt el tudom már lőni, az meg csak sima track lett. Na nézzük, egy lövést be tudok lőni a négyből. Egy lövést be tudok lőni a négyből. Sajnos ilyen távolságra nem voltam annyira pontos, nagyon áll, akik voltak a lövések. Hogyha a vezető nyíláson el tudnám lőni a Type-ot, ott a leggyengébb a páncél, vagy a kis vál résznél, akkor könnyebben be tudnám lőni. Egyelőre a pozíció még mindig oké, srácok. Nem hiszem, hogy nagyon mozognom kell. Esetleg, hogyha a becset jön közelebb, akkor kell majd lejönnem a sziklához, vagy följebb tolatnom. Igazából még oké is vagyok. Arti lőtt, ha jól hallottam, igen, lőtt a T30-unkra. Ugye alapvetően még ott van egy TD, meg egy S100-as, ugye folyamatosan nézem a kis térképet, hogy még mi van ott. Illetve még egy nagyon-nagyon fontos dolog. Srácok, szkamázol minket az RNG. Tehát ami nagyon-nagyon fontos dolog még a táras tankoknál, az, hogy próbáljátok meg mindig dupla trekkelni. És azt úgy tudjátok megtenni, hogy ugye lelövitek az ellenfélnek a lánctalpát, és nem lövitek el a lőszereteket azonnal, hanem megvárjátok még ugye elhasználni a javító készletét, és utána, mint a felrakta a tracket, utána lövitek el magatokat, és dupla track után már teljesen könnyedén ki tudjátok tárazni, és ugye az ellenfél nem tud ezzel ellen mit tenni, és akkor ezért sokkal effektívebben tudjátok kiosztani a táratokat. Az, hogy most ezt becsületet nem tudtuk kilőni az első lövéssel, ez 700, mennyi HP-nkba került? Ez 800, meg ez 1200 HP-nkba került, sajnos. Ez lőtt az a TD. Lőnk bele egyet. Többet nem akarok, mert ott van még a Type. Jön a PTA. Jó, tárazunk. Sajnos ebben a körben egyébként nagyon elvesz tőlünk az RNG, ezzel sajnos nem tudok mit kezdeni.
Az ötvenbének az ágya sokkal-sokkal jobb ennél, mint amit most jelenleg mutat nekünk. Hogy az hamarosan meghal majd az Artitól, az a Type 5 szerintem. Én megpróbálok úgy eljönni innen. Megpróbálok távolabb jönni. És én kihasználom ezt a sziklát arra, hogy fedezékbe legyek. És ne tudjon felszpotolni minket a Type. Kiváló, kiváló. Az Artnak ki kell tudni lőni, vagy a Leopárnak. Hú, nagyon szép lövés a Leopártól. Ugye 4.30 út keresem még, ugye ő itt volt valahol. Meg kéne keresni, hogy hol van az úr, és ki kéne lőnünk. Ugye egyetlen tank van, amit még nem láttunk, az egy TD, illetve még az Artig, de ők azért nagyjából lehet tudni, hogy bárre vannak. És az STV-t is azt gondolom, vagy a bázison van, vagy itt fönn a hegyen. Ha megkeressük ezt a 4.30 út, utána szerintem tök okésak vagyunk. Hogyha föl tudnék menni oda és segíteni a Kránnak, amúgy az nagyon-nagyon nagy lenne szerintem, meg az Eskongnak. Beviszem a HP-mat, meg beviszem a tűzerőmet, akkor azt a részt meg tudjuk nyerni, és van esélyünk megnyerni az egész mérkőzést. Aha. De én nem fogok megállni. Inkább próbálom ide följutni. Szerintem a Leopárunk tud belelőni még egyet, így is van. Olyan tudnék segíteni az Eskónak, aztán ki kell lőni azt, és hogyha a CC rámegy innen, megvárom, amíg hibázik. Erről beszéltem, srácok, meg kell várni ezzel a tankkal, amíg hibázik az ellenfél, és megpróbálni így kitárazni. Megpróbálom trekkelni, hogy ne tudja utolérni az Eskónkunkat, megpróbálom még egyszer trekkelni. Ezzel mondtam, srácok, a dupla trek nagyon-nagyon fontos ennél a tanknál. Jó? Jó. Megpróbálok fedezékbe menni az Arti elől. És ugye tudom, hogy a Standard B az nekem két lövéses, illetve hátulról pusolhat ránk ugye 430U STRV, ugye, mert az Leopárdunk azt nem látja. Úgyhogy minél előbb meg kell próbálnom letúrni ezt a Standard B-t és megfordulni a hátsó tankokra. Ilyenkor gyorsan kell cselekedni, úgyhogy ezt meg is fogom tenni. 5 szekem van még a reloadból, megvárom, még betöltök. Kinézünk. Nincs ott a soroknál, megnézzük, hogy elment onnan a srác. Írja a Leopárdunk, hogy amúgy vissza kéne menni, és amelyiként az is egy jó ötlet lenne visszamenni, de előtte amúgy meg kéne próbálni kilőni ezt a srácot, lőjünk bele egyet. Ne! Srácok, amiatt a pattanó miatt egy extra lövés be kell vennem, és ha szerencsém van, nem tud kilőni az Arti. Az AP-val lőtt, az szerencse volt. Neki állok tölteni. Hogyan pattantam le a Standard B-ről? Ebbe a körbe, srácok, az RNG azt mondja, hogy nem. Egyszerűen nem akarja segíteni nekünk. Ha jön a 430-u. Még kibírok tőle egy lövést, tehát nincs gond, csak az Arti miatt lesz probléma. Már lő is az Arti. Így már nem bírok egy lövést, GG's. Srácok, nézzétek meg, ha az Arti nem lő belénk, akkor most az 430 út még ki tudom lőni, és akkor ezt a kört le tudjuk hozni. Illetve, hogyha nem pattanok le a Standard B-ről, akkor most megint van egy extra lövésnyi HP-m, és akkor még van esélyünk egyébként lehozni ezt a mérkőzést, mert az STRV-t könnyen ki lehet játszani, igazából ami nehéz lett volna megoldani, azt az S100-as, de azt meg ki tudja lőni a Leopárd. Lemerem fogadni, srácok, hogy ezt a kört meg tudtuk volna nyerni, hogyha az RNG sajnos nem vette volna el tőlünk ezeket a dolgokat, mindegy, előfordul. Sajnos az RNG néha ad, néha elvesz. Én úgy gondolom, hogy viszonylag okésan tudtunk teljesíteni, 5400 sebzést ki tudtunk hozni ebből a mérkőzésből, és nagyjából megmutattam nektek azt, hogy amúgy mire képes ez a tank, hogyha megtaláljátok a jó időzítést ezzel a járművel, hogy az ellenfél mondjuk hibázik, és meg tudjátok lepni, mint ugye mi megleptük a kontrakarrót, amikor rátámadt a szuperkonkvalónkra, akkor nagyon effektívek tudtok lenni ezzel a tankkal, meg ugye bármilyen táros tankkal, és szerintem, hogy tényleg a játékmenetet akkor tudjátok igazán elsajátítani, hogyha alkalmazzátok ugye azt a szabályt, hogy az meccs elején nem veszítik el a HP-tokat, maximum egy-két free lövést ugye leadtok az ellenfélre, de ügyeltek arra, hogy a HP-t megtartsátok. Nem ti veszitek a lövéseket, ha csak nem mondjuk egy tier 8-as meccsben vagytok, és mondjuk megéri nektek a trade, vagy akár lehet tier 10-es meccs is, mondjuk egy szuper konkvaró, hogyha belétek lő egyet, de meg vissza tudtok neki adni 2-t, 3-at vagy 4-et, akkor az a trade megérős, tehát odafigyeltek arra, hogy a trédek, amiket csináltok, megérősek legyenek, akkor még az is egy hatalmas bónusz tud lenni, és nagyjából ezek azok a tippek, illetve az a dupla trekkelés. Tehát ez a három dolog az, ami szerintem nagyon-nagyon fontos egy társadalomnak az elsajátításánál, és akkor szerintem nagyon effektívek tudtok lenni a csatákba, hogy ugorjunk is be a következő mérkőzésbe, mert szerintem ez a Leopárd nem fogja tudni lehozni ezt a mérkőzést. Még hogyha le is reszedelje a kepet, akkor is van két arti, ami hátba fogja lőni, és nem is fog odaérni a kepre. Ja. 5, 4, 3,
2-1, nem ér oda kepet reszetálni. Nagyon szomorú mérkőzés, srácok, mert tudtuk volna hozni. De nem baj, ugorjunk be a következő mérkőzésünkbe. Már a következő mérkőzésbe is robogunk, srácok, és ugye az előző videóban egy olyan közepes tankot mutattam meg nektek, ami inkább a támogató szerepkörbe játszik, ugye a Leopardot, most pedig egy olyan közepes tankot szeretnék megmutatni, ami inkább a brawler, inkább a támadó, agresszív médium tankok közé tartozik, és az Udest választottam, hiszen ezzel a tankkal azért oda lehet menni a nehéz tankdűjöngőbe, oda lehet menni a hulldalongba, és lehet agresszívan játszani, és ez miatt egyébként az egyik kedvenc közepes tankom, és ez a pálya egyébként még kedvez is nekem, mert hogyha elfoglaljuk a C1-es pozíciót, és a csapatom jön is oda, akkor szerintem egy kellemes meccsünk lesz, bár egyébként kicsit kevesebb vagyunk oda, én azt érzem. Ajja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 j
a részt elfoglalni, az biztos, úgyhogy lehetséges, hogy ez a kör nem lesz annyira megfelelő nekünk, mint amit szeretnék. Az is olyan lenne látni, hogy az ellenfél mennyi tankoljon, ugye? Egyébként azt nem értem, hogy az S-házunk, az miért nem megy el amúgy a másik oldalra, vagy jön ide? Még akkor is jól lenne, hogyha a HP-ját behozná ide. Mivel a csapatom nem jönne ide, srácok, ezért én meg fogok állni itt, és megnézzük, hogy mennyi ellenfél jön ide elém. Mert ugye alapvetően még azt is észre szoktam venni ennél a pályánál, hogy az emberek megállnak itt snipe-olni. Oké, és lesz egy-kettő lövésnyi a sebzésük, de ha nem foglaljátok el a pozíciókat, akkor hatalmas hátrányba tudtok kerülni, és én nagyon nem szeretem ezt, amikor így megállnak az emberek snipe-olni. T-tizünk közben meglökött, mert ugye neki is ahogy nem lesz oda gandepje. Megpróbáljuk annak a vézének előni a kupoláját. Aj, de jól sikerül is. És ilyen pozíció egyébként mindig jó nekem ez a situ, mert hulldownban vagyok és nem igazán tudnak átütni az ellenfelek. Még én megpróbáljuk előni a kupoláját a vízi 55-nek. Közben ott van egy másik vízi 55. Az ellenfél itt van több tankkal, úgyhogy nekem el kell kezdeni futni innen, mert be fognak minket keríteni, srácok. Csak időkérdés és be fognak minket keríteni, ugye már innen is jönnek, úgyhogy itt az idő visszamenni. Azt még el tudom lőni egyszer, sajnos nem ment be a lövésem. Nem állok meg egyszer, nem szabad itt megállni, srácok. Nézzétek, hogy mennyi tankkal van itt az ellenfél, és nekünk mennyi tankunk van itt, úgyhogy most vagy soha az, amikor el tudok még futni. Tehát, hogyha még várok ott 30 másodpercet, akkor már nem fog tudni. És amíg kezdtek, hogy de itt ott hagyod a csapattársidat, és nem segítesz nekik, meg ilyenek, ott maradok, akkor mind a hárman fogunk meghalni, így meg ketten fognak meghalni, hogyha Standardbank eljön, akkor a T10, de megállítani ezt nem fogjuk tudni, és sokkal hatékonyabbak vagytok akkor, hogyha életbe tartjátok magatokat, és még szupportáljátok a csapatotokat, mint hogyha megpróbáljátok a hőst játszani, és meghaltok ott, mert azzal, higgyétek el, semmit nem fogtok elérni. Az a srácot még egyszer előn, utána már hitlőszerre fogok váltani. Kiszpotoltak minket. Egyébként ezen a pályán, hogyha védekeztek és vissza kell vonulni, tökéletes pozíció ez, hiszen a bokrokat ugye ki tudjátok használni, és hogyha jól használjátok ki, akkor nem igazán fogtok spotot kapni, és ugye innen tökéletesen holdalon tudtok játszani az ellenfélre, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon erős pozíció. Még egyszer lehetom lőni a kupoláját? Előni előttem, csak nem ütöttem be. Ugye ez az, hogyha életben marad, akkor olyan crossfire tudunk itt kiépíteni, amit az ellenfél nem fog tudni betolni. Aha. Nem akarod még egy picit elfordítani a tornyodat? Ott a végét el tudtam csípni. Alapvetően az utásnak nem annyira jó a hitlőszer átütése, úgyhogy tényleg oda be kell célozzam a lövéseimet. Az IS-7-esre próbálok lőni, ezt sajnos elmisszeltem. Esetleg ott tud, jaj, ez rám céloz. Ja, nem rám céloz, a leopárdra, aki spoton volt. Aha, nézzek, ott a kunze. Megpróbáljuk trekkelni. És amúgy megpróbáljuk itt kihasználni a DPM-emet. Az hogyan pattant le onnan? Ha? Még hogy ágyút találtam volna el, az oké, de így? Próbálom megkeresni, hát meg tudom lőni. Egyelőre még mindig jó a szituációnk. Ha az S-100 tartja ott magát, akkor az ellenfél nem tud velünk itt mit kezdeni. Jó, azt el tudom lőni, de srácok, mit szkabázol meg minket ebbe a videóba az RNG? Tehát ilyenkor van az, hogy olyan úgy is szokták írni nekem, hogy a cicik azok közé nagyon jó RNG-t kaptak, meg ilyenek, meg fizetett RNG, meg mit tudom én mi. Ha hol van az ilyenkor? Szeretném kérni. Tiszta lövések mennek amúgy tökre mellé. Mérgesítő egyébként. Mert láthatjátok, az előző mérkőzésben is egy-egy lövés az el tudja dönteni a mérkőzésnek a kimenetelét, úgyhogy ezek azért frusztrálók. Az ellenfél, most szerintem, hogy megpróbálom úgy erre jönni.
Szerintem, hogy ki tudok-e nézni arra a srác, de nem tudok. Ott az ilyesetes, hogy megpróbálom úgy közelebb jönni, ameddig közelebb jön, addig kell megpróbálni nekem meglőni. Az alvázát el tudom csípni, és én mindig egyébként szerintem huldamba vagyok. Őre szerintem oké is a szituációnk. Az ott nem fog bemenni, ez egy borzasztó lövés volt. Hát, hogy jön az AMX, az alvázát el tudom csípni. És az UDES az nagyon alacsony profilú tank, úgyhogy szerintem ezt meg tudom tenni, hogy kinézegetek itt. Az nem tudom, hogy hol ment srácok őszintén. Azon túl sokan fognak ide érni. Jó, azt el tudom lőni. Nagyszerű. Van még egy Kunze-panzer, amiről nem tudunk. Jó, azt el tudom csípni, azt a 770-et. Ellövéses lett az AMX, azt el tudom lőni a cikla fölött. Beveszek egy lövést és kilövöm, de sajnos nem sikerül. Nem baj, szerintem előbb töltök, mint ő. Én nem tudom, lehet, hogy rosszul célzunk ebbe a körbe, de a lövéseim nem mennek oda, ahol célzok. Kupakát el tudom lőni? A kupakát meg a egész oldalát az AMX-nek elmisszeltem, de a 770-nek a kupakát meg el tudom lőni. Én nem értem. Na mindegy. Igazából az UDES ágyú az picit troll tud lenni sokszor, ugye egyébként visszaváltunk a APC-re, mert én szükségem, hogy itt spameljek. És nézzetek meg, abból a pozícióból meg tudtuk fogni az ellenfélnek a pusholását. Nyertünk volna el, hogyha nem vagyunk ott? Hát még talán úgy is nyertünk volna, mert azért 5 KP-val megyünk, tehát azért volt bőven HP, amit fel tudtunk használni, de én úgy érzem, hogy az a pozíció az nagyon-nagyon fontos, illetve nagyon erős tud lenni ezen a pályán, és nem egyszer volt olyan, hogy abból a pozícióból 7-8-9 ezer sebzéssel jöttem ki, mert borzasztóan nehéz megpusolni. Hogyha van egy tank a saroknál, aki spotolja ezt, illetve megakadályozza azt, hogy így rátok jöjjenek, akkor egyszerűen olyan keresztüzet lehet kialakítani, amivel az ellenfél nem tud mit kezdeni. Hogyha nem okosan csinálja, hogy körbejön és megpróbál innen támadni, vagy esetleg innen, akkor egyszerűen leformoljátok őket, és ezt mindenképpen használjátok ki. És szerintem itt még azt is be tudtam mutatni, hogy az UDES mennyire kiváló az ilyen szituációban. Egyébként szerintem itt van előttem a tank. Nem, ott van a tank. Jó, azt potoljuk a csapattársainak. Merre indulok meg? Neki több HP-ja van, viszont szerintem hozzáérek el. Jó, a tornyát be tudom lőni. Ahhoz meg már nem fogok elérni, úgyhogy megpróbáljuk ezt a srácot kilőni. Tam-tam-tam-tam, gyere ide! Gyere ide, Kunze! Pam! Előtt az ágyomat ugye egy picit megpróbáltam tovább célozni, és hát csak egy lövési sebzést vettem be, és 5000 sebzéssel tudtunk kijönni a mérkőzésből, és tényleg szerintem ez a pálya tökéletes volt arra, hogy megmutassam, hogy mire is képes ugye ez a tank, hogy tényleg huldan pozícióba fontosan ki tudom használni a jó ágyomat, az ágyus ügyedésemet, a DPM értékemet, az alfámat, és meg tudok fogni ugye egy push-t, vagy tudom befolyásolni a mérkőzést, mert jó, ez talán nem az a mérkőzés volt, még egyszer mondom, ami annyira nagyon-nagyon szoros volt, de azért volt az a része a mérkőzésnek, amikor egyáltalán nem nézett ki jól az állás, és szerintem azért szerintem kellett, mégis így átgondolva a szituációt, kellett nekünk az a pozíció, hogy meg tudjuk tartani, illetve ahogy nézem, szerintem úgy magyar játékos volt az S100-as, illetve az E50, és egyébként tök jól csinálták a szituációt, úgyhogy gratulálok nekik. Az S100 életben maradt a bázison, és lehetőséget adott arra nekünk, hogy ennyi sebzést ki tudjunk hoztani, úgyhogy gratulálok nekik, és tényleg szerintem ilyen brawler közepes tankkal, játszok, amihez pro tippet tudok adni. Most gondolkozom rajta, hogy mi az a tipp, amit hasznosnak tudnátok találni ennél a tanknál. Ugye ezeket a tankokat mindenképpen agresszívan kell használni, tehát ugye ezek a tankok alatt mit értek, mondjuk egy STB-t, egy UDES-t, milyen brawler tank van még itt a garázsban? E50, 430U, szerintem még a 140-et is ilyen brawleres kategóriába tudnám rakni. Többit már annyira nem, őszintén megmondom. A többi az annyira szerintem nem brawler tank, mert nincs meg a tulajdonságok hozzá. Úgyhogy ezeket a tankokat
Viszonylag agresszívan kell használnatok. Nem azt mondom, hogy a helyük előtt kell lennetek, és előttük kell fogni a lövés, hanem tényleg a nehéz tankok mellett, az agresszív pozícióban, ahol befolyásolni tudjátok a mérkőzést, ott kell játszanatok, és ki kell használni mindig a jó tulajdonságát a tanknak. Mondjuk, ha ott van az STB, vagy az UDS, akkor kihasználjátok a jó ágyúsüllyedést, az alfa sebzéseteket, a DPM értéketeket. Mondjuk ott van az E50, kihasználjátok a pontos ágyútokat, a jó átütéseteket, hogy lehet vele sidescrape-elni. Ott van a 430-ú, tökéletes sidescrape-elő tank, a tornya szinte beüthetetlen. Mindegyik tanulnak megvan maga a pozitív tulajdonság, és azt meg kell próbálni kihasználni, és ugye ezt, hogyha megteszitek, és ott vagytok a nehéz tank dühöngőbe, és azt meg tudjátok nyerni, akkor borzasztó, hogy mennyivel több mérkőzést ugye meg fogtok tudni nyerni. Ezt garantálom nektek, hogyha tényleg nem ilyen support tankként használjátok ezeket a közepes tankokat, hanem úgy, amire lettek ráva, akkor sokkal több mérkőzést fogtok tudni nyerni. Úgyhogy srácok, nagyjából ennyi lett volna ez a videó. Megint arra kellett titeket, hogy írjátok le nekem, hogy ennél a második videónál ez mennyire volt nektek hasznos, mennyire tudtatok belőle valamit átültetni a saját játékmenetekbe. Mondtam esetleg olyan dolgot, ami segített nektek, ami megmaradt, ezt mindenképpen írjátok le majd kommentben, mert ez alapján tudom esetleg egy harmadik videóra összegyűjteni az alapanyagot, mert ugye könnyű tankot még nem mutattam be ebbe a videóba, annak, hogyha szeretnétek, akkor egy külön videót csinálnék, mert igazából a könnyű tank játékmenet az teljesen különbözik szinte mindentől, úgyhogy arra egy külön videót csinálnék, és abban egy külön videóban csak light tankokkal foglalkoznék. Úgyhogy kommentben nyugodtan ezt is bedobhatjátok, hogy ilyet szeretnétek látni. És srácok, tényleg, hogyha hasznosak találtatok a videót, illetve tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, nem maradjatok le hasonló tartalmakért, ezzel borzasztóan tudjátok segíteni a munkásságomat itt YouTube-on, illetve ne felejtsetek el csatlakozni a Discord szerveremre, nagyon jó a közösség, tudtok szakasztársat keresni, bármi problémátok van, tudtok kérdezni, akár tőlem, akár a közösségtől, mindig van valaki, aki segít, illetve ne felejtsetek el csatlakozni a Twitch csatornámra, ott szoktam élőbe streamelni. Ott is borzasztóan jó a közösség, érdemes oda is csatlakozni, illetve, hogyha támogatni szeretnétek a munkásságomat, akkor csatornataggá tudtok válni itt YouTube-on, annak a linkjét szintén megtaláltok a videónak a leírásába, illetve, hogyha hasznosak és informatívnak találtátok ezt a videót, akkor pedig lesz egy köszönet gomba a videó alatt, és ott tudtok hagyni nekem egy kis borravalót. Remélem, tudtam nektek segíteni, srácok, legyen szép napotok, jó sötájátok, és akkor találkozunk a következő videóban, vagy pedig a streamen. Sziasztok!